Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét. Marton István nőgyógyász professzor a vendégem, aki a saját szakmai karrierjében, amit én tudok róla, legalább 3-4 vadonatúj dolgot honosított meg Magyarországon, de teljesen másokból lesz itt most a vendégem. Ezt itt röviden összefoglalom, és remélem, hogy nem kap szívbajt, hogy mit hordok itt össze. De amire emlékszem, volt egyszer egy orvos továbbképző nevezető hely, ahol ő határozta meg, hogy a nőgyógyászaton mi történik. Általában, ahol dolgozott, ő határozta meg, hogy a nőgyógyászaton mi történik. Ahol például 30 évvel a divat előtt odafigyelt arra, hogy a szüléseknél ne legyen túl sok császármetszés, mert Magyarországon most mondják azt, hogy milyen rettenetesen sok indokolatlan császár van, de ő ezt már 35 évvel is úgy döntött, hogy ne legyenek indokolatlan császárok, úgyhogy ott nagyon vigyáztak arra, hogy amikor nincs ott, akkor se derüljön ki, hogy valaki éppen császározik, úgyhogy nem kellene, mert ő fölpattant és benézett akkor is, amikor nem volt ügyeletben. Aztán tudom még azt róla, hogy a MÁV kórházban ő vezette be a bababarát ellátást, ami annyit jelent, hogy ott az anyák és a gyerekek együtt lehettek egy szobában, és hogy a férfiak bemehettek a szülésekhez. Ez még mindig kicsit később volt, mint amikor én szültem ugyanabban a kórházban, tehát én még férj nélkül szültem, de azt hiszem pont 4 perccel később már elkezdődött az apás szülések korszaka, ebben is úttörő volt. Aztán utána elkezdte a hormonpótlást megismertetni a klímaxos nőkkel, tehát körülbelül ez a 3 olyan réteg van, amit én így fejből föl tudok sorolni, amikor Marton Istvánra gondolok, és az utóbbi időben egészen elképesztő Facebook posztokat látok tőle, mert látom és tudom, ahányszor összefutunk, hogy nagyon le van barnulva, és valamelyik tengerről, valamelyik meleg tengerről éppen haza vitorlázik, és most azt olvastam, és ezért hívtam ide, hogy a Ligur tengeren meghirdettek eladásra egy motoros jachtot, és egy magyar mozdonyvezető nagyon szerette volna megvenni, hogy a Tiszán horgászhasson róla, és nem volt, aki elhozza a motoros jachtot, úgyhogy úgy döntött, hogy elhozza. És ez megtörtént, vagy elvitte addig a kikötőig a jachtot, ahonnan már szárazföldön is lehetett szállítani. Nagyjából jól foglaltam össze? Nagyjából igen. Jó, hát akkor menjünk bele a részletekbe. Mi ez az őrület a vitorlázása? Aztán majd vissza fogok egy kicsit kacskaringozni, hogyha nem bánod a te életednek a szakmai részére, mert nem tudok attól elszakadni, mert szerintem az is nagyon jelentős, nem csak a vitorlás kapitányi teljesítményed, úgyhogy ezekről a dolgokról szeretnék a következő időben beszélgetni. Miért mentél el elhozni egy jachtot a Ligur tengerre? Hát mert ilyen őrültséget rajtam kívül ember nem csinál. Tehát adva van egy ismeretlen hajó, ami X ismeretlen ideje áll egy kikötőben, amivel kis tudja, mi történt vele, működik, nem működik. És ezt egy iszonyatos, jószándékú, jóindulatú, kellemes magyar mozdonyvezető beleszeret, megvásárolja. Megvásárolja nagyon-nagyon idézőjelben téve jó áron. Majd szembesül azzal, hogy ez nyilván anyagi okok miatt egy olyan elhagyatott pici kikötőbe áll, ahova nincs az a kamion, ami be tudja oda menni, a hajó a víz felől be tud menni. De ott nem lehet kiemelni. Hát akkor hogy hozzák ezt el? Akkor mondják neki, hogy semmi baj, mert ott van egy kikötő, egy másik kikötő, ahova oda tud menni a kamion. Igen ám, de ezt a hajót oda át kell juttatni. Tehát borzasztó egyszerű, van egy vontatókötél, valaki oda áthúzza, és aztán igen, kérem szépen, ez néhány ezer euróért áthúzzuk oda. Több, mint a hajó. Pontosan. Erre ugye a magyar mozdonyvezető azt mondja, fölteszek egy hirdetést a vitorlázóknak, hajósoknak a fórumára, ahol vannak ilyen skipperek, akik ugye hajókat visznek, hoznak, stb. Innen, oda. És fölrakja azt, hogy innen át kellene vinni egy kétmotoros tengeri halász hajót a másik kikötőbe.
Felhívom az embert, de azt mondja, hogy ő engem nagyon szívesen beültet az autójába, oda visz, átviszük a hajót, visszahozzuk, semmi volt az egész. De mondom, és láttad a hajót? Persze, gyönyörű a hajó, és a hajó csodálatos, és mondom, de működik? Az igen, aztán beindították. Két motor van benne, az egyik, hogy az jobb oldalt viszi, a másik a bal oldalt, mint a tank, ugye, hogy a két nem kormánya van, hanem hajtással kormányozzák, és mind a két motor működik, sőt azt mondja, hogy működik az egész rendszer, a négy ponton kikötött hajót előre menetbe, a hajó a köteleket meghúzta egy kicsit előre, hátra, hátra, és hát az egész működik. De mondom, figyelj, de hát ez nem jelenti azt, hogy a tenger, de minden el van intézve. Beülök az autójába egy szombat este, 8 óra körül Budapesten, ő Kiskunhalasról jön, mozdonyvezető, de autóval jön, és... Hát mozdonyan nem jöhet te arra, és képzeld el, hogy szinte non-stop, egész éjjel vezetve elvisz engem reggel, én hátul aludtam a kocsiba, elvisz engem a Ligur-tenger partjára, Genova mellé. Ott vagyunk a hajón, előkeveredik valahogy a hajó az, akit ő megvette. Na ez is egy pikáns történet, ugyanis úgy vette ő ezt a hajót meg, hogy ezt valaki megörökölte. Fingja nincs a hajózásról. Semmit nem tud a hajóról, tudta, hogy ez egy hajó, 3 év vagy 2 év procedúra volt az örökösödés, míg a nevére, meg a mamája nevére került, meg a papáé volt a hajó. És hát szerzett egy akkumulátort, és megpróbálták beindítani, beindult az egyik motor, beindult a másik motor, akkor eladja, meghirdette, és ez az ember megvette. És elintézték a papírokat is, tehát gyakorlatilag ez a hajót, idézőjelben téve, mondjuk, mint autónál, kivonták a forgalomból. Ezért se lehetett kvázi önjáróként átvinni, ezért senki nem vállalta el, még azt sem, hogy a kikötőből kivigye, sőt a vontatásnál is, ugye, hát hogy milyen zászló alatt megy, hát az kell vinni nemzetközi vizeknek számít. Iszonyatos komplikált volt, és oda megyünk, rászák a hajóra, és kiderül az, hogy hát a két motor közül mind a kettőt be lehet indítani, de hajtása csak az egyiknek van. Most képzelj el egy tankot, aminek csak az egyik oldala megy, a másik meg áll. Na. És az mi van, körbe megy akkor? Hát, várjál. Igen, nem, de ezt azért valamennyire lehet, úgy hívják, hogy tríba, ez a kerekét neki, tehát ami hajtja. Ez valamennyire lehet azért egy kormánnyal mozgatni, tehát az is 3 év alatt berosdásod el, iszonyatos. Hát mondom, ez kell egy halál, legalább, figyelj, de én szívesen átviszem ezt a hajót a másik kikötőbe, itt a part mentén óvatosan, de legalább egy halászhajó legyen, hogyha útközben lerohad ez az egy szem, Isten tudja, milyen állapotban lévő hogy motor, neki úszni kell. Akkor ne, pontosan de ez, mint néztem, mentőcsot, borzasztó állapotok voltak. Szászonnak is egy a vége, hát akkor nem, de akkor a tulajdonos, hogy akkor ő visszakérje. Ezek ott veszekedtek, hozzá kell tegye a bűbáj a dologban az, hogy az ember, az olasz, az eladó, az egy picikét beszélt angolul, a magyar mozdonyvezető tökéletesen beszélt magyarul, és ugye én hülye belekerültem még a tolmács szerepébe is, amikor a vakok és a süketek beszélgettek egymással. Óriási volt. Szászlag, és egy a vége, hogy addig-addig fenyegették, izgatták, meg zsarolgatták ott egymást, míg végül a pasi azt mondta, hogy jó, majd másnap reggel 7 órakor találkozunk itt, addig ő megpróbálja egy barátját megkérni, hogy abban az esetben, ha ne adj Isten valami probléma legyen, akkor az segít. Másnap reggel 7 órakor ott vagyunk a kikötőbe, előtte jó megvacsoráztunk, fizette a számlát az ember, és 4:48, 7:30-kor megérkezik, hogy
sajnos a barátja az. Nem vállal, és nincs, elő is utazott. Hát erre ez a szerencsétlen ember teljesen el volt kámpicsorodva, keseredve, mit csináljon, én meg, hogy eljövök Budapestről ide, a világ végére, egész éjjel megyek, hát mondom, nekem legyen valami értelmem, addig dézegettem, azért mondom, figyelj ide, ha ez a motor másfél-két órát üzem, azt mondja, te ezer évig elmennek. Tudtam, egy Volvo Penta motor volt, ami nagyon hiteles, és egy hathengeres Volvo Penta, az általában az egy nagyon megbízható jószág. Hát mondom, hát ha egy motor is van, és valamennyire a tribet, tehát ezt a kihajtást, ezt meg lehet egy kicsikét irányítani, igaz, hogy nincsen semmi, ami irányba tartana a hajót, mint egy vitorlásnak, ugye, vagy egy uszonya, vagy egy kilje, tehát ami tartja az irányt, ennek nincsen. Még kormánylapát is minimális, ami benne van, és nem hozzáférhető, hát megpróbálok vele valamit csinálni. Lényeg az, hogy mondom, átviszem ezt a hajót, megpróbálom. Hát majd ő lesz a gépész, és akkor majd ő nagyon vigyáz a motorra, és akkor minden rendben lesz. Lehet egy mozdonyvezetőről feltételezni, hogy érti, nem? Hát... ő neki nulla hajós gyakorlata volt, de mozdony vezetőnek kiváló. Tényleg a legjobb papírjai van, mindenféle licence van, mindenféle típus mozdony, bármi. Sinem bármit elvíz, de hullámokon. Na, szászlók, és egy a vége. Mondom, akasszuk le a köteleket, nézzük meg, hogy mi. Tényleg mozdult a hajó, indulgatott. Kiderült, hogy hát igen, de hát az irányítása az nagyon problematikus. Most képzeld el, ugye be van egy hajó kötve a kikötőbe, ahol szembe is állnak hajók, mellette is állnak hajók, és hát onnan valahogy ki kellene fordulni. Jó, hogy fordulni. Ne törd össze a többit. Aha. Onnan valahogy ki kellene fordulni. Na a lényeg az, hogy ahhoz, hogy ki tudjak fordulni, tehát egy 90 fokos kanyart tudjak csinálni, kb. 8-szor kellett előre-hátra menni. Tény és való, hogy lehetett, ha nem is könnyen, de előre-hátra mozgatni a hajót. Hát így kifűrészeltük, és akkor elindultam vele, és kiderült, hogy hát ez a kormányzásra minimálisan reagál. Na, de valahogy kijutottam a kikötő kijáratáig. Akkor ott kiderült, hogy hát az irányváltó, amikor az ember rendesen el akar vele indulni, nem biztos, hogy beveszi a sebességet. Tehát kiderült, hogy az irányváltó. Na végre találtunk egy olyan trükköt, hogy két kézzel egyiket nyomva, húzva, tehát valami módon sikerült ezt elindítani, és a hajó egy olyan 5-6 kilométeres óránkénti sebességet teljesítve elindult a vizen. Uh-huh. És akkor már láttam azt, hogy valamelyest azért irányba lehet tartani, nem irányba, tehát a hajó ilyen ferdén állt, így haladt. Az oldalával előre? Az oldalával előre, hiszen csak ez egyik oldalon volt hajtása. Na a lényeg az, hogy így valahogy, és akkor tudtam, hogy néhány 5 fokot lehetett körülbelül vele az irányt váltani, minimálisan. Láttam, hogy hol van a kikötő, itt van a part, próbáltam inkább a part felé tartani, mégis ha ki kell úszni, akkor azért lehetőség szerint minél kevesebbet kelljen abban a hideg vízben. Te 80 éves volt, vagy? Nem vagyok egy úszóbajnok. És a mozdonyvezető az hány éves volt? Fiatal ember volt, nálam legalább egy 10-essel, 20-assal fiatal volt. Hogy, de ilyen elég korponens vagy. Na, százszorok és egy a vége. Elindulunk, megyünk, de tudtam nagyon jól, hogy én kijövök egy kikötőből, de beállni egy kikötőből ezzel a hajók közé, ezzel az lehetetlen. Mondom, akkor be kell rádiót, hívjuk föl. Hát a rádió az nem működik. Na, de viszont a telefonom az hála Istennek működött, akkor felhívtam ezt, akitől megvette az ember a helyzet, hiszen én tolmács, én voltam az egyetlen, aki ezzel az emberrel tudott beszélni, meg nekem küldte az üzeneteit SMS-be, hogy akkor most hogy mindig van. Felhívom, hogy ide figyelj, én áthoztam ezt a hajót, már látom a kikötő bejáratot is, oda fogunk érni, de én nem tudok bemenni a kikötő bejáraton egy olyan hajóval, ami irányíthatatlan, és utána meg nem tudok vele mit csinálni.
Tedd már meg, hogy a kikötő őrt, a kikötő emberét, aki egy motorcsónakkal, az valamit segítsen nekem. Becsületére legyen mondva ennek az olasz vámtisztviselőnek, ráadásul egy ilyen kockafejű vámtisztviselő. Tényleg ott valakivel beszélt, és beértünk a kikötő szájba, és a kikötő szájba jött egy motorcsónak, és a motorcsónak segített, és kikötöttük a hajót. És te végül is be tudtál állni? Hát nem én álltam, mert ő berángatott, meg belögdösött, meg ezével. Tehát gyakorlatilag ez egy csapatmunka. Tehát a feladat volt. El lett végezve. A feladat megérkezett a kikötőbe. Na most ezek után az első utam az volt, hogy bementem a kikötői kocsmába. És képzelj el egy kis falu kikötői kocsmáját, bemész, nézem, van Cvakó Nikó. Na mondom, akkor ebben kérek szépen. Úgyhogy egy Cvakó Nikóval oldottam a feszültségemet, és a történet, hát pikáns a helyzet, másnapra megbeszélve a darúsat, de akkor mi már eljöttünk. Az ember, megint csak beültünk este az autóba, én ledőltem a hátsó ülésre, és ő szépen Budapestre vezetett. Pikás, hogy miközben már jövünk az úton vissza, a szállító, az egy szlovén cég volt, felhívja az emberemet, hogy hát nagyon sajnálják, de a lerohadta szállító kamion, és nem tudnak odaérni a megbeszélt időre, amire a darú, meg minden meg van. Már oda volt rakva. Hálát adtam a jó Istennek, hogy én ebben már nem vagyok érintett, de aztán valahogy ezt egy nap késésre megoldották, és akár hiszed, akár nem, ez a francia gyártmányú, olasz zászló alatt hajózó hajó ma Zalaegerszegen, az erdőszélen ott áll Makon. Múlt vasárnap meglátogattam a hajót, meg én, hát azért egyivel tartozom ennek a hajónak. Úgyhogy meglátogattam, és megnéztem, és lefényképeztem. És mikor lesz vízre téve? Majd ha lesz egy másik motorja? Várjál. Szóval ez egy másik történet. És hála Istennek, ebbe én már nem vagyok érintett. Ugye, mint vannak, hát van egy elképzelése az új tulajdonos mozdonyvezetőnek, van egy elképzelése annak, aki úgymond majd fel fogja újítani ezt a hajót. Zalaegerszegen ők még... Zöldágra kell, hogy vergődjenek? Alakítgatják a koncepciót, hogy is legyen. De, az az eredeti... ez már nem az én játékom. Tehát a MOR megtette kötelességét, a MOR mehet. Ez csodálatos élmény volt. Megvan a sikerélményem, jól érzem magam a bőrömbe, hazaértem, kialudtam magam, hát mi kell még? És amúgy te vitorláshajókkal szeretsz bíbelődni? Ugyanezt csinálom vitorláshajókkal, és csak... Már bérszállítást vállalsz, hát nyugalmazott professzorként. De a legutolsó kalandom az ennél ezerszer izgalmasabb volt, mert szintén nem túl hosszú vitorlás múlttal rendelkező hajó tulajdonos ránézett a térképre, és azt mondta, hogy hát most jelenleg a Kanári-szigeteken van a hajóm, én ezzel szeretnék a földközi tengeren vitorlázgatni. Hát a távolsága néhány ezer kilométer, semmi gond, hát egy vitorlás hajómat oda vitorlázunk. Igen ám, csak hogy az a hülye golf áramlat, meg az uralkodó szelek, azok pont a földközi tenger felől Afrika északi partjával párhuzamosan áramlanak és fúnak, és ezzel pontosan szembe kell menni. Ugye elvileg egy vitorláshajó tud széllel szembe menni, csak hát az egy kaland, és én soha életemben sehol nem hallottam, olvastam arról, hogy valaki a Kanári-szigetekről visszavitorlázott volna Gibraltárba. De az ember ránézett a térképre, azt mondta, vitorlázunk vissza, és ehhez is keresett társaságot,
gondoskodtam társaságról, két barátommal. Kimentünk, és hát visszahoztuk ezt a hajót széllel szembe, áramlással szembe. Ugyanis normál esetben az emberek levitorláznak ilyen nagyon kellemes óceáni meleg szelekkel, nagy hullámokkal, hátulról segítő hullámokkal, hátulról jól fújó széllel, ilyen nagy, gyönyörű, színes vitorlákkal levitorláznak a Kanári-szigetekre. Ez egy örömvitorlázás. Én is kétszer vagy háromszor megtettem ezt. A legnagyobb csodál, onnan Kanári-szigetekről ugyanúgy, mint Kolumbusz Kristóf, át lehet vinni, tehát ha beleköpsz a Kanári-szigeteken a vízbe, akkor az előbb-utóbb a Karib-tengeren lesz. Mese nincs, áramlás, megint csak szél. Ez egy trade wind, ez egy kereskedelmi szél. Ez biztos, hogy onnan oda átfújja, tehát átfújta a Kolumbusz akárki. De pikáns a dologban az, hogy ez a Golf áramlat, ez így körbejár az Észak-Atlanti óceánon, és az amerikai partok mentén, ugye Floridánál New Yorkig fölmegy, és New York fölött lehet átjönni, majdnem Izlandig, és majdnem a Grönlandig följöve, úgy ér az ember vissza, mert ez az áramlás, meg a szelek így viszik. Tehát mindenki így jön vissza. Tehát ez a kör. De az, hogy valaki szembe menjen a körrel, hát ez egy... Figyelj, engem már önmagában az totális értetlenséggel és némi csodálattal tölt el, hogy ezeket az utakat te normális körülmények között is trade wind-el, ezt most hallottam először, ezt a kifejezést, kereskedelmi széllel, tehát ami könnyedén elröpítette Kolumbuszt mondjuk, hogy ezt így megcsinálod, de hogy még küzdeni is szeretsz, ez totál elképesztő. Mi a jó ebben az egészen halálosan unalmas, a számomra halálosan unalmas vitorlázásban? Az, hogy küzdened kell az elemekkel, és minél inkább szembe hajózol, annál jobban érdekel? A challenge, a kihívás. Az életben marad, ha az ember megöregszik, ha az ember mögött egy élet van, ha az ember a bizonyos területeken már úgymond igazolta magát, bizonyította saját magának, a közönségnek, a társadalomnak, a szakmának, akkor nem akarja elfogadni azt, hogy én egy öreg, trogyega, vén ember vagyok, akit ülés összeesik, hanem még valamit tudok csinálni. Na most nyilvánvaló, én már nem tudok úgy operálni, ahogy operáltam. Nem látok, úgy nem hallok, úgy nem olyanak az ujjaim. Hát amikor én in floribus voltam, akkor azért hát tudták azt, hogy én ha valakit elvállalok, hogy bepróbálom meggyógyítani, akkor műtéttől kezdve a gyógyszeres kezelésen át, a szülésen át, az összes problémájában igenis akartam és tudtam segíteni. Most erre abszolút alkalmatlan és képtelen vagyok. Hát kellett találnom egy területet, és megtaláltam ezt. Megcsináltam a hivatásos hajó vezető jogosítványt. Tehát én kvázi egy bérhajót is vezethetek, mintha autóbuszt vezethetnék Budapesten. Értem. Tehát minden papírt megcsináltam, csak azért, hogy a klubtársaimnak segítsek, meg a versenyrendezőknek segítsek, ez is. De közben neked jó? Hát csak ez a jó. Hát ebben én még egyszer mondom, én megtalálom magamat. Uh-huh. Megtaláltam magamat, megtaláltam egy szerepkört, amit ezzel a fizikummal, ebben az életkorban, ezzel a kapacitással még el tudok vállalni, és meg tudok csinálni. Még egyszer mondom, 99%-ban saját magam miatt, 1%-ban a környezetem miatt, vagy a közönségnek játszom, mint ahogy te is. Jól esik a csillogó tekintet és az elképzelés. Hát ez az élet. Hát ezért érde. Most különben mi a franc értelme van az ember életének? Hát valamit kell csinálni, valami kreatív. Csak én azt gondoltam, hogy az is tök jó, hogyha az ember elmegy hangversenyre, meg színházba, meg annyi nő rajongót érted, mert én azt képzelem, hogy egyébként a nőgyógyászoknak külön udvartartásuk van. Te meg sokáig független is voltál. Ne terjeszd. Nem terjesztem, de hát ez volt az élettapasztalat annak idején, hogy neked 5000 fél
Apropó, tudsz írni, szétkapkodták, amit az én, véletlenül az én egykori osztálytársnőmmel közösen írtatok valami könyvet, ami a te szaktudásodon alakult, és ő csak ott közreműködő volt. Már nem emlékszem, hogy mi volt az első ilyen baba környezetű, vagy szülés környezetű könyv. Tehát, hogy csinálhatnád a szakmádnak azt az ágát, amihez már nem kell a manualitás, nem? Vagy már kiszerettél a gyógyászatból? Nem. A gyógyításból? Egy nagyon sikamlós területre tértél most, ugyanis meggyőződésem, hogy mi 40 évvel, 45 évvel ezelőtt a mai kormányprogramot próbáltuk megvalósítani, és bebizonyítottuk egy modellen, a MÁV kórházi modellen, hogy sikerül, és meg lehet csinálni. MÁV kórházi évi 700 szülés számot fölvittük majdnem 2000-re. Mert olyan híre volt annak a szülészetnek, hogy és olyan hiteles volt az az ellátási protokoll, hogy amit nem úgy volt, hogy bejöhet a férje a szülőszobára, szó sincs róla. Volt szülőkiskolája. Volt egy olyan terhes gondozás, ahol partnernek tekintettük a várandós asszonyokat. Ők mondták meg, hogy milyen kondíciók mellett szeretnének szülni. Megmutattuk az opciókat, a lehetőségeket. És egy örömmenet volt. Te, mint gyakorló édesanyja, pontosan tudod, hogy a földkerekséggel ilyen öröm és gyönyörűség nincs, mint egy babát várni. Készülni arra, hogy család legyen, hogy gyerekem szülessen. Na most ezt az egész pozitív élményt az egészségügyi hálózat, mind anno az az átkosban, mind pedig hát napjainkban, ez teljesen anulálja, és felülírja, és a saját protokollját húzza rá a kedves, várandós kismamákra. Tehát elveszi azt a sikerélményt, hogy én egy életet adok, én egy reproduktív valaki vagyok, én egy családot hozok létre, én a társadalom felé valami nagyot mutatok. Na most ezt az örömöt tudtuk akkor mi visszaadni. Amikor a könyv, amiről beszélsz, úgy hívták, hogy terhes könyv. 100 000 példányban ment el egy magyarországi ismeretterjesztő könyv, 100 000 példányban ment el, hihetetlen sikere volt. Miért? Mert ezt a protokollt propagálta, ehhez adott ábraanyagot, ehhez adott információt. Tessék szívesen, ha ma családpolitika van, és lenne igazán hatékony, akkor nem protokollokba kell tenni a dolgokat, hanem azt kell mondani, hogy asszonyom, maga a legcsodálatosabb teremtménye a Jóistennek, szüljön, sokasodjatok, benne van a Bibliában. Hát ez kellene, és nem az, hogy hát kérem, még ilyen vizsgálatot, meg olyan vizsgálatot, és hát van egy kockázata annak, és akkor megriasztják, és fenyegetik, és elveszik a kedvét ezeknek a szerencsétlen, mosolygó, gyönyörű fiatal nőknek attól, hogy az örömük, életük leggyönyörűbb időszaka helyett egy szorongásba mennek 9 hónapig. Ezt a szorongást kell kioltani, ehelyett oda kell adni a pozitív élményanyagot, el kell mondani, hogy ha legkisebb panasz van, akkor az orvos, a szülészorvos, ilyen diétát kell, nem szabad ezt tenni, nem szabad azt tenni, nem szabad szexuális életet élni, nem szabad be kell feküdni a kórházba. Nem, azt kell mondani, hogy kérem, ez a világ legtermészetesebb dolga, a reprodukció. A reprodukciós mechanizmus ösztön, ettől megy a világ. Na de figyelj, ettől csodálatos. Nem tudom én hány ezer gyerek született már nála, de ezernél nyilván több. Azért azt gondolom, hogy ezt te mondhatod, és azt is gondolom, hogy ahelyett, hogy egész évben a tengeren lógnál, hogyha erre fordítanál időt, hogy segítenél a nőknek esetleg ez ügyben, az nem lenne jó? Vagy ezt már unod? Nem férek bele a mai egészségügyi kultúrába. Nem férek bele. Miért? Nincs szükség szülőkiskolájára. Nincs szükség a valódi olyan, az apás szülés, az nem apás szülés, az a család megszületése. A szülőszobán nem egy baba születik, ott születik meg a család. De most az a férfi,
aki 9 hónapon keresztül ugyanazokon a fázisokon, lépéseken keresztül megy, mint az édesanyagnak hasában növekszik, és érzelmileg tud kötődni a születendő gyerekéhez, az egészen másképp fog megjelenni a szülőszobán, és egészen más viszonya lesz a feleségével, a gyermeke édesanyjával, mint az, aki esetleg az, be lehet jönni a szülőszobára, kispapa, hogy tessék bejönni, és akkor bemegy, elborzad, meg megijed, meg rosszul lesz. Jó, hát természetesen. Nem, én ebben elfogult vagyok, nem vagyok mérvadó. Én egyébként nem, én nekem akkor se kellett volna, hogy ott legyen a férjem, de én speciális vagyok ez ügyben, hogyha akkor szabad lett volna. Tehát én azt gondolom, hogy ezt elrendezték évezredeken keresztül ezt a dolgot a nők magánügyként, én ehhez tartanám magam. De egyébként nagyon sok nő azt mondja, hogy ez neki remek. Kati, ha végigcsinálod azt a bizonyos protokollt, azt a programot, azt az agymosást, ha úgy tetszik, amit a szülők iskolája jelentett, tehát amit mi nyújtottunk, amit nem én, a bábák, a csapat, olyan csodálatos munkatársaim lettek, olyan tigrisekké váltak, olyan harcosakká váltak ebben a projektben, hogy az hihetetlen, és ez motiválja az asszonyokat. Tehát, ha te történetesen akkor ebben a kurzusban lettél volna, akkor egész biztos, hogy téged is megfogott volna, aztán te nyugodtan mondhatod azt, hogy én végignéztem, de ez nem. De ha te megérted a rendszert, és nem egy elemét látsz, nem egyetlen kiemelt részletet látsz, olyan, mint egy filmből látsz, egy filmkockát, attól nem tudod, hogy milyen a film. De azt tudod, hogy mi jó a sajtója. Na, szóval ez egy ilyen dolog. Szóval szerintem lenne helyed abszolút abban, amiben nagyszerű voltál annak idején, és amiben mindent learadtál, amit le lehetett aratni. Úgyhogy ezzel is foglalkozhatnál, és ezzel leszállok rólad, mert nyilván úgy éljél, ahogy neked az legjobban esik. Csak hát, hogy van a fejedben olyasmi, ami értékesíthető azon kívül is, hogy egy motor nem működtető, két motoros jachtot el tudsz vinni A-ból B-be, ami tényleg lenyűgöző, hiszen ezért hívtalak ide. Csak közben én tudom, hogy amúgy nem erről voltál híres, és amiről híres voltál, azzal is foglalkozhatnál, gondolom én. Mert ahogy hallják, valószínűleg akik nézik ezt a felvételt, az agyad teljesen tip-top. Te mondtad a kulcs szót, én learattam, amit le lehetett aratni. Itt most új vetés kell. Új vetés? És abban te már nem akarsz részt venni? Új vetés kell, és nem mindegy, hogy mit vetek, és mennyi konkoly van benne. Na, de ha tudod, hogy nem mindegy, és hogy mennyi a konkoly, miért nem veszel benne részt? Mert én nem kellek ehhez a rendszerhez. Tehát itt vagyok. Ja, értem. Mindenki tudja, hát azért abban a korszakban volt egy nevem, meg az egész családbarát programnak azért mégiscsak az indítója voltam. A MÁV Kórház egy olyan referencia centrum volt minden szempontból. Tehát ugye 6%-os évi császármetszés arány, stb. Tehát volt egy referencia centrum. Csak ma nincs olyan kollégám, aki szívesen tölt egy éjszakát egy szülőnő mellett, hanem csinál egy császármetszést egy fél óra alatt, és hazamegy és kialussza magát. Tehát más a motivációnk, más a hozzáállásunk, egy más korszak van, egy új század, ez a 21. század. Én a 20. század orvosa voltam. Meggyőződésem abban a korban, azt hiszem, a mór, ahogy mondtam, megtette a kötelességét. Ez már nem az én világom. Jó, ebben azért nem értek egyet veled, mert hogy a szaktudásnak szerintem, meg a rettentő mennyiségű tapasztalatnak annak szerepe volna ebbe a zavarodott 21. században, és most aztán hosszan cakkozhatnám, hogy milyen tapasztalatokat nyertem én az egészségügy működéséről, de ezt nem teszem, ehelyett a bulvár részre kanyarodom, hogy egy nőgyógyász másképpen kezeli a nőket, akkor, hogyha mondjuk feleséget keres, partnert keres, tehát hogy van még kedved, magyarul, hogy ilyen primitíven kérdezem, volt kedved nőkkel úgy foglalkozni,
azzal, hogy amennyire én tudom, hogy neked ilyen szakaszosan voltak együttéléseid, vagy kapcsolataid, talán házasságod is, nem tudom, mert nem értünk el ebben a te magánéletedben, de hogy a nőkhöz van kedve egy nőgyógyásznak, aki éjjel-nappal hivatásszerűen nővel találkozik? Hát... Ráadásul a lelküket is kitálálják. Pandora szerencét jutott meg, de tulajdonképpen egyet ne felejts el, hogy én is emberből vagyok, tehát nekem érzelmeim vannak. Az egy másik dolog, hogy egy történelmi kor meghatározta a lehetőségeket. Tehát nekem egy misszióm volt, egy feladatom volt. Nekem a magánéletem az másodlagos volt. Én tényleg egy szakmai karriert csináltam, nem léptem be a pártba. Én nem voltam egy olyan karrierista, aki eladta a lelkét. Azt mondtam, hogy befogom bizonyítani, csak szakmai háttérrel is lehet Magyarországon. Igen, sose volt az a híred, hogy a pénz motivált volna. Nem a pénz. A Magyarországon volt egy pálya, be kellett lépni a pártba, nem lehetél úgy vezető. Hát azért rúgtak engem ki tulajdonképpen a Szabolcs utcából. Hát ugye egy ex-diszidens az nem lehet oktató a fiatalokat, és akkor volt egy csodálatos ember, mondom a nevét, mert máig is nagyon hálás, mert Farádi Lászlónak hívták, ő volt az Ottkinnak a rektora. De állandóan följelentettek, hogy nyugati propagandával már nem csak az orvosokat hülyítem, most már a nővéreket is hülyítem. És akkor beívott a Farád, és azt mondja, hogy figyelj, de téged állandóan följelentenek itt, hogy most már a nővéreknek is tartasz ilyen kurzusokat, hogy ezeket az angliai dolgokat, meg a nyugat-európai dolgokat, ápolási hozzáállásokat, beteg pszichéjéről beszélt nekik, azt mondja, hát itt azt kell, hogy az áttát kicseréljék, stb. De mondom, másképp cseréli ki az áttálat, hogyha abba öreg nénit és az édesanyját látja, vagy amikor csak úgy odalök egy valamit, egy ilyen edélyt. És akkor ez az ember a második beszélgetésünknél azt mondta, hogy én segíteni akarok neked, menj el innen. De mondom, az én káderanyagom majd nem tudok elmenni. És akkor ő mondta azt, hogy hát ő neki van egy nagyon jó embere a MÁV kórházban. És akkor így kerültem a Vajdához, a MÁV kórház igazgatójához. Egykor igazgatójához. És a helyi jelölttel szemben, aki már várományosa volt az ottani főorvosságnak, már minden az apusa volt a közlekedési minisztérium, már átkosban vagyunk, tehát a 80-as évek. Szocializmus kellős közepe. Igen. Illetve ugye, már inkább a vége. 80. Akkor az apusa volt az államtitkár, közlekedési államtitkár, ő már teljesen mint potenciális főnök röpdösött a MÁV kórházba. És akkor jött egy ilyen gyűjtment fiatal, 38 évesen lettem osztályvezető főorvos, amikor Magyarországon 50 éves korban értek odáig el az emberek. Úgyhogy ez egy másik világ volt. Másik világ volt, és azért mondom... De arra volt bizonyíték, hogy mégis meg tudta csinálni a saját... De erre ráment a magánélete, mert onnan indultál ki, hogy a nőkkel való kapcsolat. Ebben nincs feleség, ebben nincsen család, ebben nincsen semmi, ebben a professzió van. Tehát, hogyha el kell menni, utazni kell, előadást kell tartani, itt kell menni, ilyen kísérletes munkát kell végezni, ilyen eredményeket kell letenni, akkor erre rámegy az életed. És teljesen más dolog, hogy amikor végre nyugdíjba mentem, és lett időm magammal foglalkozni, akkor lett időm az emberi kapcsolataimat is ápolni. 60 évesen elkezdtél élni? 70.
Szerintem egyébként ezt nagyon jó hallani, mert egy csomó ember, sokféle élet van és sokféle tanulság. Tehát, hogy 70 évesen is el lehet kezdeni, és olyan életvidámnak lehet lenni, és bepótoltál mindent, amiért elmulasztottál 70 év. Nem pótoltam még, mert minden, de igyekszem, dolgozom a projekten. Hát ez egyébként állati jó. Nehogy azt hitt, hogy rögeszmés vagyok, csak azt akarom kérdezni, hogy a sok tengerezés közepette és egyéb ilyen életvidám cselekedeteit közepette. Például írni nem szoktál, vagy nem akarsz? Mert én a posztjaidat ismerem, a Facebook posztjaidat ismerem, azok jók. Tehát, hogy nem akarsz akár kicsit szakmait, akár valami szépirodalmit összerakni, vagy kis szakma, kis szépirodalom? Hát írok. Na. Elég sokat írok, de nem publikus. Miért? Mert annyira a magánéletem, annyira a privát szféra, annyira egy-két emberről szól. Egyetlen egy írásomat tettem egyszer fel a Facebookra, aztán aki érintve volt benne, megkért, hogy gyorsan vegyem le. Igen. El is vettem. Igen. Pedig annak nagyobb volt az irodalmi értéke. Márquez egy könyvét, a szerelem a kolera idején, a Covid járványra, tehát Márquezből az első három betűt, a Márquezből a Mart megtaláltam, zárójelbe tettem a kezd, és azt hittem, hogy ton, és szerelem a kolera, szerelem a Covid idején. Aha. Úgyhogy ez egy egy saját gyönyörű 35, szerelmi történet. 35-40 éves időszakot próbáltam ebbe összesűríteni. Jó, de érdekes. És nem. És nem, az alany nem. Követelte, hogy teljesen jogosan. Mert felismerhető jogosan, volt? Jogosan. Hát ő úgy érez, hozzá kell tenni, az pikáns a dologban az volt, hogy ugye a kolera járvány az 100 évvel korábban volt, hát tulajdonképpen a spanyol náthaj járvány volt itt Európában, a spanyol náthaj járvány rá pont 100 évvel, tehát minden dátum, mert ez egy ilyen dokumentumregény volt, minden dátum 100 évvel, tehát a 100 évvel volt antedatálva. És van olyan egyezése, tehát a karácsony az karácsonykor volt, szóval hihetetlen pikás játék volt, de ez még egyszer mondom, a személyiségi jogokat tiszteletben kell tartanom, és nem tudok olyan dolgot írni, ami nem hiteles. Amit most, nem éltél meg? Amit nem éltem meg, de most ezeket meg kell élni, hogy ezt olyan szinten, olyan motiváltan, olyan emóciókkal át tud adni, mint amivel én írom. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy te automatikusan fikcióra fordítottad azt, amit én kérdeztem, pedig én igazából, hiszen én alapjáraton téged nőgyógyász professzorként ismerlek 40 éve, azért is tegeződünk, mondom így utólag a beszélgetés vége felé, és hogy hihetetlenül az én, amivel macerálok, az az, hogy van a fejedben egy tonna olyan ismeretanyag és tudás, amit közkincsé kéne tenni, és ráadásul íráskészséged is van, és csak olyan megengedően nyomtam a kérdés végére, hogy vagy fikciót, vagy amit akarsz, és te automatikusan a fikcióról kezdtél elbeszélni, ami nem fikció, tehát, hogy elkezdtél egy fontos magántörténetnek a feldolgozásáról mesélni itt a közönségnek és nekem, miközben én arra lettem volna kíváncsi, hogy miért nem írod meg, hogy kell a női beteggel bánni, hiszen te tudod a legjobban elmondani, vagy hogy kell egy osztályt normálisan vezetni, hogy Semmelweis óta mi változott és mi nem változott még mindig a hospitálokban. Tehát, hogy én e felé próbáltalak nyomni, és te pedig automatikusan másról beszélsz. Ennyire kellene neked az, hogy az egészségügyi kormányzat, mely nem létezik pillanatnyilag az elmúlt pár évben Magyarországon, azt mondja neked, hogy professzor úr legyen olyan kedves. Miközben szerintem, ha magadtól megcsinálnád, megírnád, akkor azt vennék, a népek vennék, és tök mindegy, hogy mondja a belügyminisztériumból valaki neked azt, hogy fölkér erre vagy arra. Igen, csak itt az alapvető dolog az, hogy én 80 év fölött nem akarok harcolni. Én nagyon szívesen tanítok, én nagyon szívesen beszélek erről.
de nincs jelen pillanatban termő talaj. Tehát ezt a magot ahhoz, hogy ebből termés legyen és aratni lehessen, ahhoz el kellene vetni. Aszfalton hiába szórunk ki a magot. Tehát gyakorlatilag jelen pillanatban nincs meg már az a háttér, nincs meg az a mentalitás, nincs meg az a, már lassan az igény sem. A baj ott van, hogy a rendszer bizonyos országokban működik. Akadozva, de működik. Tehát az egész világban a 20. századi orvoslás és a 21. századi orvoslás iszonyatosan eltávolodott egymástól. És nem győzöm hangsúlyozni, én a 20. századi dolgokat értettem, és te is arra gondolsz. Igen, de nincs mit átmenteni onnan. Hát ez a fantasztikus diagnosztika, amivel kapcsolatban áll még a legrosszabbul felszerelt budapesti, azért merem, mert azt ismerem, de lehet, hogy a vidéki kórházak pont így vannak. Az leszoktatta az orvosokat arról, hogy saját maguk ítéljenek meg egy beteget a maga többdimenziós voltában. Lehet, hogy ez hülyeség, amit mondok, és nem lehet általánosítani, de egy csomó minden olyan van, amit ti ránézésre tudtatok, és ezeket érdemes lenne átmenekíteni, nem? Hogy nem csak a leletek jellemeznek egy embert, hanem lehet, hogy a valóságos szerves működés is, amit megtapasztalsz, ha látod. Kati, az Artificial Intelligence most gyakorlatilag olyan fázisba lépett, hogy szinte de a diagnosztika területén is kiváltja, sokkal jobban teljesít, mint egy ember. Tehát a mesterséges intelligenciával helyettesítsük azt, amit te tudtál? Mert jobb, mint te? Azokat a adatokat feldolgozni, amik pedig kihagytam a telefonomat. De behoztad az órádat. De az órámat itt van. Igen. Tehát az a világ, az teljesen megszűnt. Tehát gyakorlatilag nem csereszabatos. Úgyhogy hallgass. Úgyhogy ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát hidd el nekem, az a 20. századi infrastruktúra, amiről én beszélek, és amit nagyon-nagyon ajánlanék a döntéshozóknak, nem a kollégáimnak, a döntéshozóknak, hogy ha egy olyan biztosítási rendszert állítanának föl, mint amilyen Nyugat-Európa Igen. egyes országaiban működik, a legrosszabb a világon az amerikai rendszer, az a legrosszabb. Tehát Isten őriz, hogy egyszer nálunk Amerika legyen ilyen szempontból. De azért a skandináv országokban, Dániában vannak olyan működő rendszerek, amelyek gazdaságosan és betegcentrikusan dolgoznak. A probléma az, hogy Magyarországon leletcentrikusan dolgozunk, az összes protokoll leletekre épül. Hát annak idején, ha megnéztél egy orvost, a fonendoszkóp lógott a nyakába. Most ki a franc fog meghallgatni egy mellkast, elküldi CT-re vagy röntgenre. Ki fog megtapintani egy hasat, elküldi ultrahangra. Tehát az a beteg, aki bejött hozzám a rendelőbe, és meghallgatta a megütögettem a vesejét, megtapintottam a hasát, és elbeszélgettem vele, és megkérdeztem, hogy a mamája mi behalt, meg van-e nővére, akkor tudtam, hogy van rák, incidencia, kockázata, mi. Tehát gyakorlatilag lett egy képem az emberről. Nem az ő betegségéről, nem amire panaszkodott, hanem az emberről. És ezt az embert kell ellátni. Na most, hogyha a biztosítási rendszer olyan motivációt ad, hogy én 80 évesen olyan életmódot folytatok, nehogy rászoruljak, ne legyek beteg, egészséges maradjak. Mozgok, diétázom, figyelek magamra, vigyázok magamra. Hát gyakorlatilag, és ezt honorálja a biztosító. Tehát én minőségi ellátást kapnék Nyugat-Európában, Magyarországon nem kapok, sőt, hát 80 év felett már nem nagyon kapkodnak utána. De ez az egésznek a kulcsa, hogy meg kellene találni azt a faktort, ami
érdekelté teszi a szolgáltatót, egészségügyi ellátó biztosító, és érdekelté teszi a biztosítottat abban, hogy ő ne betegedjen meg, hogy ő korán elmenjen egy szűrővizsgálatra, hogy nehogy beteg legyen belőle. Hát ezek a motivációk hiányoznak ebből a rendszerből, de ezt nem akarom a spanyol viaszt és a meleg vizet. De szerintem ránk fér, hogy a spanyol viaszt és a meleg vizet együtt talált föl. Ennek a beszélgetésnek sajnos lassan vége van. Azt mindenképpen mondanám, hogy kétféle dologban is nagy hiány van. Az egyik az, hogy nőkkel, akik gyereket akarnak, meg akik már szülnek, meg terhesek, a részletekről beszéljen valaki, aki kompetens, mert egyébként az internet világában, nem a mesterséges intelligenciában, hanem a közösségi médiában egymásnak adják a tanácsot a különböző embercsoportok, akiknek nagyon közös az érdekük. Nagyon nagy baj. Ez a valóság? Nagyon nagy baj. Na, de ha orvosok adnák nekik, akkor ez lehet, hogy jobban járnának. Nem? Passzolok. A másik, amit akartam mondani, hogy az öregedésről is van egy bizonyos korcsoport, például az enyém, amelyik szívesen hallana, hogy legyen kedve 81 éves korában az embernek különböző meleg tengerekről motorcsónakokat hazakurkászni, vagy jachtokat. Mondjuk ez nem én vagyok, ez a kategória, de hogy az ember jól öregedjen, hogy mindenkinek legyen kedve ránézni, és azt mondja, na így akarok 80 éves lenni, erre szerződnék. Hogy azért erről is lehetne beszélni. Tehát, hogy lehetne missziód az is, hogy amikor éppen nem hajózol sehova, nincs golfáramlat, akkor beszéljél mondjuk egy tévéstúdióban, hogy hogyan lehet vidáman életben maradni minél tovább. Az utolsó könyvemnek, talán tudod, az volt a cím, hogy meddig akarsz élni, ennek egyetlen üzenete volt, és ez zárószónak nagyon jó. Csak rajtad múlik, hogy meddig élsz. Nem a genetikán, nem a kórházon, nem az egészségügyi ellátórendszeren, csak rajtad. Tegyél meg te mindent először, azért, hogy egészségesedjél, és akkor utána lehet majd panaszkodni. Erről szerintem fogunk még beszélni, akkor maradjunk ennyiben, jó? Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Önöknek meg köszönöm a figyelmet, heti jégbüfé. Jövő héten is lesz, nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra. Annyira örülök, hogy megnéztétek a videót, vagy hogy megnézték a videót, hogy azt kérem, hogy ha már, akkor ha nem túlzás, akkor iratkozzanak is fel, vagy iratkozzatok is fel, aszerint, hogy ismertek, kedveltek, vagy kíváncsiak vagytok-e rá, hogy mit következik a jövő héten.